Köszöntöm Önöket! A Kanizsa TV kulturális magazinját látják, mai ünnepi adásunkban az elmúlt időszak emlékezetes pillanataiból válogattunk. Tartsanak velünk! A dalok játékának lehettek fül- és szemtanúi azok, akik részt vettek a zeneiskola magánénekszakos növendékeinek januári hangversenyén. Barát Ivett tanítványai folytatták a tavaly kezdett hagyományt, és a klasszikus művek mellett idén is készültek néhány könnyedebb darabbal. Ma valóban a Farkas Ferenc Zenei és Aranyjátszás Művészeti Iskola magánének tanszakának a kis növendékei egy különleges koncertet adnak itt a Honvéd Kaszinóban, mert egy kicsit játékossá téve, díszletek között, és tulajdonképpen stílustól függetlenül a dalok valamilyen szinten mégis összecsengenek, mert a tartalmukat vezetjük végig, és egy kicsit játékosabb pont azért, mert zömében ugye középiskolás korosztály, és hogy egy kicsit a feszültséget oldjuk, ezért gondoltuk, hogy egy ilyen játékosabb formában szólalnak most meg a dalok. Egészen a kezdőktől, tehát akik idén kezdtek, és a 6. éve tanuló növendékig énekel majd gyermek. A zeneműveket közösen választottátok ki, vagy a gyerekek javasoltak esetleg darabokat? Ez mindig egy abszolút közös választás, hiszen az nagyon fontos számomra is, hogy a gyerekek olyan dalt énekeljenek egy koncerten, amit a sajátjuknak éreznek, mert akkor tudnak igazán abban megmutatkozni, meg az érzelmeiket bátrabban kimutatni. Úgyhogy természetesen, ami nekik tetszett, én nekem vannak ötleteim, és akkor egyeztetünk, többből választottunk. És így alakul ki a műsor. Open up your mind, let your fantasies unwind, in this darkness which you know you cannot find. Idén készültünk könnyebb művek, illetve a komoly zenéből is, hiszen ugye a klasszikus éneklés a fő szakága ennek az ének tanszéknek. De például készültünk musicalekből is darabokkal, és ahogy mondtam, mellette klasszikus művek, Haydn és Beethoven és társaik. Hozzád melyik műfaj áll közelebb ezek közül? Jobban szeretek komolyabb darabokat énekelni, mert azok közelebb állnak hozzám, könnyebben bele tudok helyezkedni az adott műnek a hangulatába. Ez azt jelenti, hogy éneklésen kívül, tehát így a magánéletedben is egy komolyabb alkat vagy? Úgy gondolom, hogy a többiekhez képest igen, de el tudom engedni magam, ha csak el. Kamerán kívül beszéltünk róla, hogy már tavaly is részt vettél egy ilyen hangversenyen. Az elmúlt egy év szakmai szempontból mit hozott a számodra, hogy telt? Nagyon sokat fejlődtem, úgy érzem, éneklés technikában. Nagyon jól tudok már a levegő légvételi technikákat alkalmazni, mit jöhetném tanított nekünk. Úgyhogy egyértelműen pozitív fejlődést érzek magamon, és hát reméljük, ez folytatódik majd a továbbiakban is. Tőlem elsősorban egy szakrális művet hallhat majd a közönség, egy Faure requiemjének az egyik részletét, illetve egy nagyon szép és viszonylag híres duettünk is lesz Barát Ivett tanárnővel. Melyik zenemű lesz, amelyet közösen énekeltek majd? Ez a Barcarolle című duett lesz, Barcadal. Milyen érzés a tanároddal együtt szerepelni?
nagyon jó érzés, és nagy megtiszteltetés is, hogy Ivett nénivel énekelhetek. Megnyugvást jelent, hogy a tanárom a színpadon áll velem, és ott van mellettem, erőt ad. Hozzád mely műfajok állnak a legközelebb? A komolyabb műfajok, illetve abból is a lassabb darabok tetszenek nekem igazán. Amikor mondjuk nem az énekléssel foglalkozol, hanem a szabadidődben kikapcsolódás gyanánt zenét hallgatsz, akkor is inkább a klasszikusat szereted, vagy azért a mai slágerek is elcsúsznak? Ez attól függ, igazából nagyon sok klasszikus zenét is hallgatok, de ugyanakkor meg természetesen a mai pop zenéket is hallgatom. A jövőben tervezed-e, hogy folytatod az éneklést bármilyen szinten? Mindenképpen szeretném folytatni még itt Ivett néninél, ameddig erre lehetőségem van. A hangszerek világában a magánének tanszak mennyire számít népszerűnek a fiatalok körében? Én azt gondolom, és hát most már azért jó pár tanév van mögöttem, hogy az éneklés, az énekhang az minden embernek kedves, úgy, mint hallgatónak is, meg úgy, mint aki ezt a hangszert választja. És ugye azt gondolná az ember, hogy ó, hát ez a legkönnyebb hangszer, mert ez mindenkinek adott. Hát szerintem az egyik legnehezebb hangszer, és ezt azt hiszem a tanítványok is megerősíthetik, hiszen bármi, ami bennünk zajlik, az rögtön benne van a hangban. És egy nagyon kényes jószág, tehát nagyon kell rá vigyázni, és képezni, fejleszteni, úgyhogy én úgy érzem, hogy a gyerekek nagyon szeretik, jönnek, csinálják, úgyhogy örülök. Teltházas koncerttel tért vissza Nagykanizsára Gájer Mátyás. A fiatal zongorista szeptemberben lépett fel Sarah Dowlinggal a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az esten nem csak jazz örökzöldek hangzottak el, hanem Gájer Mátyás saját feldolgozásai is helyet kaptak. Ezúttal is lenyűgözte nagykanizsai közönségét Gájer Mátyás. A fiatal zongorista már egy éve Londonban él, tehetségére pedig a brit fővárosban is felfigyeltek. Mindig tetszett a városnak a hangulata, illetve hát zenészként nagyon fontos, hogy az ember egy nagyvárosban, egy metropoliszban legyen, ahol sok behatás éri, rengeteg emberrel találkozik, ugye nagyon sok tehetséges zenész, művész él ott és alkotott. Úgyhogy egy ilyen millióben remek dolog részt venni. Szerencsére elég jól alakulnak kint a dolgaim, sok lehetőségem van, rendszeresen fellépek Londonnak az egyik leghíresebb, és Európának is az egyik legnívósabb jazzklubjába, a Soho-ban, a Ronnie Scott's-ban. Ezen kívül Londonnak számos más klubjában is rendszeresen megfordulok fellépőként, valamint hotelekben, éttermekben és mindenfelé, ahol privát rendezvényeken, mindenfelé, ahol élő zenét igényelnek, rendszeresen fellépek. Az esten a jazz örökzöldek mellett Gájer Mátyás saját feldolgozásai is elhangzottak. A fiatal zongorista azonban nem egyedül érkezett haza. Partnere Sarah Dowling volt, akivel egy éve dolgozik együtt. Egy koncertjére mentem el, nem sokkal utána, hogy kiköltöztem, mert sokat hallottam róla. Ő
úgy gondolom, illetve a szakma is, hogy a brit jazz világnak, illetve a londoni jazz életnek az egyik legjobb és legfelkapottabb jazz énekesnője, és nagyon megfogotta az előadás módja már az első alkalommal, amikor hallottam, és aztán szerencsére úgy hozta a sors, hogy azóta sokat dolgozunk együtt, és rendkívül sokat tanultam tőle, illetve inspiráló vele dolgozni, és vele játszani, egy igazi vérbeli jazz énekesnő. A brit jazz világ új csillagaként is emlegetett énekesnő Ománban született, ír és jordániai szülők frigyéből. Pályafutását hivatásos csellistaként kezdte, majd néhány évvel ezelőtt lépett az énekesi pályára. Mikor felhagytam a klasszikus csellóval, több időt kezdtem el tölteni más zenei stílusokkal. Nem sokkal később, 2009 körül aztán elkezdtem énekelni, 2010-től pedig hivatalosan is ezzel foglalkozom. Valójában a jazz iránti szeretetem az édesapámtól ered, aki nagyon sok jazz számot hallgatott, tehát a jazz kisgyerekkoromtól fogva vett körül. Az énekesnőre nagy hatással voltak a jazz koronázatlan királynői is, kiknek tehetségéből és szorgalmából a mai napig sokat merít. Csodálom Sarah Vaughant, aki egy nagyszerű jazz énekes. Betty Carter, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Sajnos egyikőjük sincs már közöttünk, de itt hagyták az örökségüket nekünk, hogy értékeljük és tiszteljük őket. Ezek az énekesnők valószínűleg a mai napig a legnagyobb hatással vannak rám. Sarah Darling az éneklés mellett dalszövegíróként is tevékenykedik. A jazz csillag pedig nem csak saját magának, hanem a zeneipar ikonikus kiadóinak is szerzett már dalokat. Nagyon szeretek dalokat írni, bár a közelmúltban nem írtam semmit. Az első albumomon két dal szerepelt, ezek közül az egyiket én írtam. Éppen most vettünk fel azonban egy számot, a The Rainiest Day-t, amit szintén én szereztem. Általában olyan dalokat írok, amiket szeretek énekelni. Ezek pedig íródhatnak akár az 1940-es, 50-es évek zenei stílusában is, hiszen azokat a dalokat énekelem, amik közel állnak a szívemhez. A jazz énekesnő első alkalommal járt Magyarországon, melyről zenei tanulmányai során már rengeteget hallott, ezért régi vágya volt, hogy ellátogasson az országba. I think the reason I was so excited to come to Hungary was when I was young, I studied classical music. So some of my favorite composers were Zoltán Kodály, Béla Bartók. Klasszikus zenészként kezdte a pályafutását, és ugye klasszikus zenészként elkerülhetetlen ugye Kodály Zoltán és Bartók Béla. In fact, my favorite opera is Bluebeard's Castle, which is only 50 minutes long. És a kék szakálló herceg várna a kedvence van. Sarah Darling elismerően nyilatkozott Gájer Mátyásról, a közös munkát pedig nagyon élvezi, és azt reméli, hogy még hosszú ideig dolgozhatnak együtt. Mindenki ismeri Mátyást a londoni jazz életben. Mikor megérkezett, mindenkinek feltűnt, hogy egy nagyszerű zenész. Nagyon fiatal és tehetséges, ezért hálásak voltunk, hogy közénk jött és reméltük, hogy csatlakozik hozzánk. Mátyást valóban a legnagyobb jazz zongoristák között tartják számon Londonban, bár sokszor hiányzik neki Magyarország, de nekünk nagy szerencse, hogy Londonban zenél. –
Gájer Mátyás a jövőben szeretne új lemezt megjelentetni, hazaköltözni azonban egyelőre nem tervez. Hát az elmúlt időszak most arról szólt, hogy egy új közegben beilleszkedjek, és felvegyem a ritmust, és minél több zenészt megismerjek, és minél több impulzus érjen. Hazajönni sajnos hosszú távon most egyelőre nem tervezek, nagyon szeretem a hazámat, de itthon kicsit nehéz ebből, amit én csinálok, érvényesülni, úgyhogy egyelőre jól érzem magam Londonban, szeretnék ott maradni egy ideig, illetve New Yorkot még nem adtam fel, mert az egy örök álom. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh, another heavenly notion that I so much emotion. Could you kill for a cunning cottage? We could share the world. Will pardon my marsh cars. Kiállítással és egy rajzpályázat eredmény hirdetésével ünnepelte a Magyar Festészet Napját a Turi György Múzeum. Az intézmény felhívására több mint 200 pályamunka érkezett az országból, a Munkácsi és Kossuth díjas festőművészek alkotásai mellett pedig gyerekrajzokat is meg lehetett nézni a Magyar Plakátházban. A Turi György Múzeum az idei évben először csatlakozott a Magyar Festészet Napja országos rendezvénysorozathoz. Ennek keretében Tudja Beáta történész múzeológus válogatott a múzeum képzőművészeti gyűjteményéből különleges Munkácsi és Kossuth díjas alkotásokat. Ezzel a Festészet Napja előtt tisztelegve szerettük volna bemutatni a raktárainkban már régóta, raktárainkból régóta ki nem kerülő alkotásokat, amelyek nagyon értékesek és színvonalasak. Ezt láthatjuk most, és ez nyílik, ez a kiállítás Inspirációk címmel a Magyar Plakátház emeletén, és ezzel párhuzamosan délelőtt gyerekprogramokon vehettek részt a gyerekek nálunk, amit szintén Tudja Beáta szervezet vezetett. A múzeum a Magyar Festészet Napja alkalmából rajzpályázatot is hirdetett általános iskolásoknak. Több mint 200 alkotás érkezett a nagyon jó PR miatt az egész ország területéről. Úgyhogy Záhonytól Nagykanizsáig érkeztek alkotások, természetesen az alkotások nagy része a 200 alkotásból a nagykanizsai iskolások lelkesedését és alkotókészségét dicséri, de a megye művészeti és egyéb általános iskoláiból is nagyon színvonalas alkotások készültek. Úgyhogy én ebben is azt látom, hogy a múlt, a jelen és a jövő mindig ölelkezik, úgyhogy a falon lévő 1940-es évektől az 1990-es évéig festett alkotások mellett én úgy gondolom, hogy a 200 gyermekrajz között is találunk olyanokat, akik talán majd a jövőben Munkácsi és Kossuth díjjal jutalmazza őket az élet, a tehetségüket. Vannak díjazott alkotások is, nem is kevés, összesen 14, ebből 4 külön díj is van, és 2 csoportos külön díj, ami azért általában ritkán szokott előfordulni. És ezen felül minden gyermek, tehát ahogy a Csilla említette, több mint 200 pályázó van, összesen 216 pályamű, hát volt olyan lelkes diák, aki azért többet is benyújtott, de minden gyermek kap egy emléklapot. Tehát úgy gondoltuk, hogy akik megtiszteltek minket azzal, hogy eljuttatták, volt, aki postai úton volt, aki ilyen-olyan futárokon keresztül az alkotását, akkor természetesen egy emléklapot itt személyesen átvehet a megnyitó során, illetve itt is hagyjuk a kolléganőknek, aki erre eljön és megnézi a kiállított kis alkotását, akkor át is tudja venni az emléklapját.
Mi volt a célotok ezzel a felhívással, és mit gondoltok, hogy sikerült-e ezt teljesíteni így most a beküldött pályamunkák alapján? Igen, hát én nem is bíztam ebben, hogy több mint 200 alkotás lesz, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, és hát amikor kiraktuk őket, akkor azért az is elég sok időt vett igénybe, ugye mindegyiknek legyen ott felirat, név, stb. Tehát igen, én azt hiszem, hogy egy kicsit túl teljesítették a diákok azt, amit mi reméltünk, de ez így jó, és én bízom benne, hogy ezért időnként ennek lesz folytatása. Persze nem havi rendszerességgel, de azért időnként, mert én azt látom, hogy a gyerekek is szeretik megmutatni magukat. A művészeteket, illetve magát ezt a múzeumi milliót szerettétek volna közelebb hozni hozzájuk? Hát természetesen oda-vissza, tehát azt szerettük volna, hogy akik eljönnek hozzánk, mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, akkor ne csak a régi idők nagyjainak a munkáit lássák, hanem a kicsikét is. És igen, tehát az a legtöbbször a nem titkolt célunk, hogy minél több gyermek is jöjjön be a múzeumba, illetve hát az még jobb, hogyha a családját, szüleit, rokonait, szomszédot, bárkit, ismerősöket elhoz magával, és ő is akkor büszkén megmutatja, és mint itt látjuk, mellettünk még szelfiznek is, tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól sikerült pályázati kiírás volt. Rátérve a mai kiállítás az Inspirációk címet viseli. Honnan jött maga a cím, és kiknek az alkotásait lehet látni itt a plakátházban? Hát itt ez a kiállítás összefügg, én úgy érzem, ezzel az Én világom című rajzpályázatunkkal. Tehát a kettő együtt jár, és éppen ezért a címválasztás is. Tehát mindenképpen, ugye nyilván a művészeknek is kell valami inspiráció, és így azt szerettük volna ezzel sugallni, hogy akkor a gyerekek is valamiféle inspiráció hatására alkotnak. És hát az, hogy miért Kossuth és Munkácsi díjas, hát mivel Magyar Festészet napján nyílik ez a tárlat, azért azt gondoltuk, hogy valami olyan különleges együttest kell most bemutatnunk, ami ehhez az ünnephez méltó, és amiért együtt így még nem láthatott a közönség. Olyanokat is szerettem volna mindenképp beválogatni, akik azért ismertek. Tehát azt hiszem, hogy Barcsai Jenőt, Fónyi Gézát, Kmetti János, azért a felnőttek többségének nem kell bemutatni, de ezek mellett olyanokat is, akik bevallom őszintén, hogy én történész múzeológusként, tehát nekem is meglepetések voltak, hiszen minden egyes művésznek az életrajzát ki kellett deríteni. És bizony mindenki igenis járt kézművészeti főiskolába, és nagyon komoly nevek tanítottak mindenkit egytől egyig. Így hát természetesen nem is fért ki mindenki, hiszen 20 Kossuth és 50 valahány Munkácsi díjas alkotónk van. Van olyan, hogy hát mind a kettőt megkapta, volt, hogy nem is egyszer. De hát azért mindenki nem fért ki, úgyhogy én remélem, hogy azért egyszer ennek lesz még valamiféle folytatása. Említetted, hogy voltak olyanok, akik számodra is meglepetést jelentettek. Egy-két ismeretlenebb alkotóra kire hívnád fel a figyelmet? Hát, hogy kinek mi az ismeretlen, nyilván ez természetesen szubjektív, de akár például Somos Miklós, Kling György, Sarkantyú Simon, B. Rudolf, számomra ők nekem nem voltak annyira ismertek, úgyhogy így egy kicsit őket is én magam is jobban megismerhettem. Stílusát és témáját tekintve mennyire eklektikus ez a kiállítás? Hát ez rendkívül sokszínű, rendkívül változatos. A képek méretében is azért óriási különbségek vannak, mert a legnagyobb alkotás az több mint 2,5 méter szélességű, ez a legnagyobb, és én erre vagyok a legbüszkébb, ugyanis ez 1984 óta a nagykanizsai közönség számára nem volt látható, ugyanis Pécsen a János Pannonius Múzeumban volt tartós letétem. És egy 3 évvel ezelőtt Karlsruhéban egy komoly nemzetközi kiállítás kölcsönözték ezt tőlünk ki, és hát azóta nem ment vissza Pécsre, aminek én nagyon örülök, mert végre akkor 35 év után újra láthatja ezt a művet is a közönség. És hát a téma is nagyon, tehát amit ábrázoltak a művészek, az is nagyon sokszínű, a zsánerképtől, az elvont portrén keresztül, tényleg mindenki szerintem talál olyat, ami magának tetszik, tehát amiben gyönyörködhet. Színben
már ugye az a dátum szerepel, hogy 1948 és 98 között. Tehát ebben az időszakban kapták a művészek a Kossuth és Munkácsi díjat. De maguk a festmények azért egy-kettő még a 10-es évek elejére tehető, és az utolsó azért általában 70-es évek. Hát részben azért, mert a legtöbb képünk ez ebből az időszakból származik, tehát köszönhetően Kerecsényi Edit áldozatos gyűjtő munkájának, és hát nyilván a 60-es, 70-es években a kultúrpolitika kicsit más volt, tehát sok-sok festményt kapott ekkor a múzeum. És bizony, nem tudom, Editnének mennyire volt beleszólása a válogatásba, de nagyon jókat és nagyon jó művészektől válogatott. Pedig hát sok esetben még csak később kapott az illető Munkácsi díjat, vagy akár Kossuth díjat is, de ezt mintha előre akár tudta is volna. Zárásként is csak nagyságrendileg mekkora a képzőművészeti gyűjteménye a múzeumnak? A képzőművészeti gyűjtemény, hogyha a Sasbrunner és az Ésos gyűjteményt nem számítjuk, akkor is közel 1000 darabos, és hát ennek a bő kétharmada az festmény, vagy valamiféle olyan dolog, ami nyomtatvány, vagy egyéb metszet, stb., és a szűkebb egyharmada az pedig szoborkis plasztika. Ezzel mai adásunk végére értünk, munkatársaim nevében is boldog karácsonyt kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.